Testvéreim, a mai alkalommal úgy vagyunk együtt, hogy részesedünk az úrvacsora áldásaiban. Minden úrvacsorának megvan a maga jellegzetessége, amikor év elején van az úrvacsoránk, az egy kicsit az új évhez kötődik, a kezdéshez, hogyha ősszel tartjuk az úrvacsoránkat, akkor a hálaadáshoz kötődik, és így a tavaszi úrvacsora többnyire a húsvéthoz kötődik, hiszen csak néhány nap és húsvét ünnepe elérkezik a mi számunkra. Pál apostol korintusbeliekhez írt második levelében, az ötödik fejezetből így hangzik a 14. és a 15. vers. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Hova helyezzük ebben az ige szakaszban a hangsúlyt? Hogyha szeretetre vágyunk, és ez a mi személyes élethelyzetünk, akkor jó arra gondolni, hogy Krisztus szeretete, vagy Krisztusnak a szerelme, az bennünket át tud teljes mértékben ölelni. Hogyha úgy érezzük, hogy bűnösök vagyunk, esetleg úgy érezzük, hogy nem is vagyunk annyira alkalmasak, hogy a mai napon az úrvacsorában részesedjünk, akkor talán a hangsúly oda kerül, hogy Krisztus meghalt mindenkiért. Ha pedig úgy érezzük, hogy nem tettünk még meg mindent Krisztusért, akkor ebben az ige versben oda kerül a hangsúly, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Amikor Krisztus életére gondolunk, akkor látnunk kell azt is, hogy az ő áldozatos halála az új kezdet volt. Így azt kell mondjuk, hogy amikor az úrvacsorában részesedünk, nem csupán a múltra gondolunk, nem csak az elmúlt eseményekre gondolunk vissza, nem csak az elmúlt negyed évet látjuk magunk előtt a maga gyengeségeivel vagy sikereivel együtt, hanem egy új kezdetet is látnunk kell Jézus Krisztus által. Az utolsó vacsora valójában egy új kezdet volt. Az utolsó együttlét, az utolsó páska ünnep, az egy kezdet volt. Kezdet volt Jézus Krisztus számára is, de ugyanúgy a tanítványok számára, és bármennyire megdöbbentő, még Júdás számára is egy kezdet volt. Hiszen ezen a vacsorán állt föl, és indult el, hogy megtegye a végzetes tettét. Az úrvacsora alkalmával azonban látnunk kell azt, hogy amiképpen Krisztus elindult ezen az úton, mindig olyan emberekkel találkozott, akiket döntési helyzetbe hozott. Pilátusra úgy emlékezünk, mint aki döntési helyzetet teremt a tömeg számára. Kit engedjek el? Barabást? Jézust engedjem el? De valójában Pilátus került döntési helyzetbe. Neki kellett döntenie Krisztus mellett, vagy Krisztus ellen. Amikor ott álltak a katonák, hogy Krisztust úgymond keresztre juttassák, ők is döntési helyzetben voltak. Tudjuk azt, hogy a római katonák közül nem mindenki osztozott a többiek véleményén. De voltak katonák, akik döntést hoztak, kigúnyolták Krisztust, úgy olvassuk a Szentírásban, hogy arcul verték, leköbdösték, sőt, még voltak olyanok is, akik egy döntést hoztak azzal a kapcsolatban, hogy ez egy nagyon jó alkalom, hogy egy játékot játszanak egymással. Sorsot húztak, hogy vajon kié legyen Krisztusnak az öltözéke. Nem tudom, hogy ki készítette el Jézus számára a tövis koszorút, de biztos vagyok benne, hogy ez az ember is döntést hozott. Mint az a névtelen ember, aki ott van Kajafás házában, Jézus kihallgatásánál,
és a főpap főszólítása nélkül úgy érezte, hogy arcul vághatja Jézust. Ő is egy döntést hozott. Az a katona, akinek a nevét nem tudjuk, ő is egy döntést hozott. Ő volt az, aki elkészítette azt a bizonyos tövis koszorút. Hát igen, a döntést meghozták a tömegben is. Bár hozzá kell, hogy tegyük, hogy ez nagyon tragikus döntés volt, hiszen a döntés arról szólt, hogy Krisztusnak meg kell halnia. Bizonyára emlékeztek arra, hogy ezen a héten a bibliai tanulmányon keresztül pont a döntésről tanultunk. A mi döntéseinkről. Hogy hogyan tudunk helyes döntést hozni a szabad akaratunk alapján, a szabad választásunk alapján. Hogyan tudjuk ezeket a döntéseket meghozni a mindennapi életben. Hogyan tudunk erkölcsös döntéseket hozni. Hogyan tudunk jól dönteni, amikor a pályaválasztásról van szó. Hogyan tudunk jól dönteni, amikor arról van szó, hogy életünk társát megtaláljuk. De ott a tömeg is egy rettenetes döntést hozott. Hogyan kiáltoztak? Feszítsd meg! Feszítsd meg! Milyen érdekes, az ő gyalázatos döntésük elvisz bennünket egészen az üdvösség döntésének a lehetőségéig. Gyökösi Endre, református lelkipásztor azt mondotta, hogy Isten görbebetűkkel is tud egyenesen írni. Mi emberek hozhatunk rossz döntéseket, kiálthatjuk azt, hogy feszíts meg, de Isten ezekből a görbe szavakból is tud egyenesen írni az ember számára az üdvösség lehetőségét kínálni. A keresztény hagyományban följegyzik azt, hogy Jézus Krisztus többször is összeesett a fájdalmak útján, a Via Dolorózán, és különféle keresztény hagyományokban még az is megvan örökítve, hogy egy-egy elesésnél kik voltak azok, akik segítettek Jézus Krisztusnak. Bizonyára tudjátok, hogy vannak, akik azt mondják, hogy volt egy Veronika, aki ugyancsak segítségű volt Jézusnak, és ezt elnevezték, azt a kendőt, amivel Jézusnak segített, a Veronika kendőjének, és így tovább. De a Biblia csak egy esetről beszél, egy férfiről, akinek ugyancsak döntési helyzete volt. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy ahogy Jézus hordozta a súlyos keresztet, egy cirénei Simon nevezetűnek kellett döntést hoznia. Mi volt ez a döntés? Neki kellett tovább vinnie a súlyos keresztet. Amikor az úrvacsora asztalánál állunk, döntéseket hozunk. Csak a kérdés az, hogy ezek a döntések milyen irányba visznek bennünket tovább. Az üdvösség útján tartanak bennünket, vagy esetleg letérítenek az üdvösség útjáról. Valaki azt mondhatná, hogy ó, hát én részesedek az úrvacsorából, én biztosan, hogy az üdvösség útján fogok maradni. Testvéreim, Júdás részesedett az utolsó vacsorából? Igen. És milyen útirányt vett? Az, hogy mi még részesedünk, és egy döntést hozunk, hogy magunkhoz vesszük a kenyeret, magunkhoz vesszük Jézus kiontott vérének jelképét, a bort, részesedünk a lábmosásban. Ez jó döntés. De az út következő szakaszát nagyon sok minden meghatározhatja. Az úrvacsora egy felelősségteljes döntés. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, egy római katona is ott állott a kereszt lábánál. És emlékeztek, hogy ő mit mondott? Ez az ember bizonyára Isten fia volt. Vannak egyébként, akik úgy látják ezt a szemét,
hogy lehet, hogy ez az a római százados, aki később az apostolok cselekedeteiben megjelenik. Nincs rá bizonyítékunk, hogy ki volt ez a római százados, de hogyha a képzeletünkben így összefűzzük a Bibliában szereplő személyeket, és megpróbáljuk beazonosítani, akár megtörténhet, hogy valóban ez egy olyan százados volt, aki majd később megjelenik, mint Jézus Krisztus követője az apostolok cselekedeteiben. Egy biztos, hogy a döntésünknek van egy gyújtó pontja. A döntéseinknek van egy olyan mérték egysége, ami alapján meghozzuk a döntéseinket. Nagyon sokszor ez a hasznosság elve. Azért hozom meg a döntést, mert abból nekem hasznom származik. Van, amikor a jóság alapján hozzuk meg a döntést. Ez azt jelenti, hogy mit tartunk abban az adott helyzetben jónak. Az úrvacsora döntése egy másik személynek a döntésén alapul. Miért döntünk az úrvacsora mellett? Mert valaki egy olyan döntést hozott, hogy ő lemondott a saját életéről azért, hogy ő bennünket válasszon, és nekünk megadja az örök élet ajándékát. Tudta, hogy nem tudja megtartani a saját életét és a te életedet is egyszerre. A kereszt üzenete az, hogy Jézus Krisztus téged választott. Az úrvacsora alkalmával, ami döntésünknek a gyújtó pontja, nem más, mint hogy Jézus Krisztus téged választott. Amikor megmosuk egymás lábát, és újra átéljük ezeket az eseményeket a jelképek segítségével is, gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus azért támadott föl, hogy nekünk a döntésünk, az ő mellette való állásfoglalásunk, az elvezessen bennünket az ő dicsőséges visszajöveteléig, amikor megtapasztalhatjuk azt, hogy Krisztus az örök életet hozza el. Bármilyen életállapotban is legyünk, akár aludjunk a sírban, vagy akár élve éljük meg az ő eljövetelét. Adja a Jóisten, hogy ezt az áldást a mai napon el tudjuk venni az ő kezéből. A Jézus élete című könyvben azt olvasom, Jézus azt tekintette első feladatának, hogy megmagyarázza nekik az írásokat. Eddig úgy tekintettek halálára, mint ami összetörte, megsemmisítette minden reménységüket. Krisztus megmutatta nekik most a proféták könyveiből, hogy éppen ez volt a legerősebb kézzelfogható bizonyíték hitük számára. Miközben a tanítványokat oktatta, Jézus rámutatott az Ószttestamentumnak, mint küldetése tanúbizonyságának fontosságára. Az úrvacsora pályára állít bennünket, és segíti azt, hogy mi is betöltsük a mi küldetésünket. Húsvét elsősorban nem egy gasztronómiai alkalom. A húsvét kimondottan Jézus Krisztus áldozatára mutat, és arra, hogy mi is ő mellette jó döntéseket hozzunk. A Jézushoz vezető című könyvben ezt olvassuk, amikor Jézushoz jön valaki, az a vágy ébred szívében, hogy másokkal is tudassa, milyen becses barátot talált Jézusban. Ilyen megmentő és megszentelő igazság nem maradhat elrejtve a szívben. Ha Krisztus igazságát öltöttük fel, és az ő lelkének öröme tölt be bennünket, lehetetlen, hogy azt elhallgassuk. Ha Isten jóságát láttuk és éreztük, másoknak is beszélnünk kell erről. Legfőbb vágyunk lesz Krisztus nyomdokait követni. Hogyan is olvastuk? Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Húsvét kérdése, az úrvacsora kérdése is egyben, akarjuk-e így követni Jézus Krisztust?